A tartalékos Emre megformában érkező Linz látogatott Székesfehérvárra az Erste Bank Liga pénteki játéknapján. A mérkőzés első 20 percét a volán tudta uralni, és több nagy helyzetet alakított ki a vendégkapu előtt azonos létszámban és emberelőnyben is. A lehetőségekkel azonban nem tudtak élni Palkovicsék, így egyharmadnyi játék után gól nélküli döntetlenre állt a meccs. A második játék részben aztán hamar góllá érett a volán fölé. 4-4 ellen Márc passzol Ondrejcsiknek, aki az üresen álló Palkovicsnak továbbít. 1-0 a 25. percben. Öt perccel később megduplázta az előnyét a magyar bajnok. Egy bulit követően Ladányi bombázott védhetetlenül Veszlund kapujába. A folytatásban kiegyenlítődött a játék, és a 35. percben Baumgartner 2-1-re módosította az állást. A harmadik érdekes szituációval kezdődött. A játékvezető két perces kisbüntetéssel sújtotta a volánt, mert szerintük 6 mezőnyjátékos volt a jégen. Tolva Nemesternek erről viszont más volt a véleménye. Az emberelőnyt sajnos ki is használták a vendégek, és Lukász góljával legalizáltak. A vendégek gólszerzője még a találatot megelőző bulinál megsérült néten Márc véletlen mozdulata miatt. A vérző szájjal reklamáló Lukász végül elérte célját, hiszen Márc 2 percet kapott. A kedélyek aztán lecsillapodtak, és megkezdődött a hajrá, melyben a magyar bajnoknak voltak komolyabb helyzetei. 5 perccel a lefújás előtt pedig Fekete megszerezte idei második Ebel gólját, mely azt is jelentette, hogy a volán Fehérváron tartotta a 2 pontot. Összességében tehát jó játékkal aratott megérdemelt 3-2-es győzelmet a Szapa-Fehérvár AV19, mely stabilan tartja a 7. helyét, sőt, csak karnyújtásnyira van a 4. pozíciótól. A volán legközelebb vasárnap hazai jégen játszik a 6. helyen álló Klagenfurt ellen. Ez a legjobb csapat a ligában, egyik legjobb csapat a ligában, és azt hiszem első vagy második helyen állnak. Fel voltunk készülve, hogy nehéz mérkőzés lesz. Legutóbb, mikor itt voltak, akkor is elhúztak már 5-1-re. Akkor is óriási tempót diktáltak. A szerencsére mai nap nem voltak olyan gyorsak, és úgy gondolom, hogy végig mi tudtuk irányítani a mérkőzést, és ez abszolút helyzetekben is megmutatkozott. Tele voltunk helyzetekkel, és tényleg lőttek 2 ember előnyös gólt. Abszolút mi voltunk ma nyerők, úgy érzem. Nagyon sok helyzetet kihagytunk, szólók voltak, úgyhogy mindenképpen az igazságos az volt, ha ma mi győzünk. Az eredmény ahhoz képest, a játékhoz képest szerintem szoros volt, hiszen sokkal több gólt lehetünk volna mi, mint ők, de szerencsére, hogy tudtunk győzni, nagyon fontos 2 pont volt, a közönség is óriási hangulatot csinált, úgyhogy le a kalappal mindenki előtt tényleg gratulálok mindenkinek. Gratulálok én is a srácoknak, nagyon jól teljesítettek, nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, az első és a második harmadban egyértelműen jobbak voltunk a Linz csapatánál. A harmadik harmadban az a gól, amit lőttek, az felhozta őket, nagyjából egy formát játszottunk, de akkor is tovább tudtunk lépni, és be tudtuk húzni ezt a nem könnyű mérkőzést, illetve hát azért kevés ilyen csapat van az Ebelben, mint a Linz. Akkor is, ha itthon sikerült őket megverni, rendes játékidőben tettük. Az én úgy gondolom, hogy még az sem kisebbíti a srácok érdemét, hogy ez a Linz valamelyest azért tartalékos volt. Ezek az idők eljöhetnek itt is, ugyanúgy lehetnek nálunk is betegek, de ez akkor se lesz magyarázat ezeken a mérkőzéseken. Én úgy gondolom, hogy jól játszott a csapat, hajtottunk, jók voltak az emberelőnyök, ember hátrányba kaptunk ugyan gólt, de avval együtt ezen túl tudtunk lépni, minden nem lehet tökéletes. Az, ha így fogunk tudni itthon mérkőzéseket nyerni ilyen csapatok ellen, én úgy gondolom, avval mindenki annyira elégedett lehet, mint mi. Az elején jól kezdtünk, elég sok helyzetet dolgoztunk ki.
a Linz felé kerekedtünk az első harmadban, a második harmadban abszolút az ő kapjuk előtt játszottunk, de őnekik befújták a kiállításukat, és ezzel ők vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. De én azt hiszem összességében, hogy elég jól védekeztünk, és hogy az helyzeteket ki kell jobban használni. Két buta kiállítás, egyik az megmondom őszintén itt a cseréknél, nem értem, hogy bírók mit láttak, mikor a lekorcsáz ember már a palánk mellett állt, tehát ilyenkor az már nem számít bentartózkodó embernek, mégis befújta a bíró. Nem tudom, vissza kell nézni, de szerintem az nem volt kiállítás. Ott volt egy ember hátrányos gól, amit kaptunk meg, előzőn az nem tudom ki volt kiállítva, de tényleg sokkal több gólt lőhettünk volna, úgyhogy csapatban maradt egy pár gól, de az a fontos, hogy nyertünk. Úgy éreztem az egész mérkőzésen, hogy nekünk ma itt nyernünk kell. Ez a Linz nem volt már erős, mint ahogy a legutóbb tapasztaltuk, szerencsére behúztuk. Most, hogy 3-2 vagy 5-2, mindegy, az ennyi, hogy megvan a két pont. A vasárnapi Klagenfurt elleni mérkőzésen mire számítasz? Hát ők is egy hasonló erősség, gyorsan korcsolyázó technikás csapat. Úgyhogy ott is nehéz dolgunk lesz. Bízom benne, hogy tudjuk tartani ezt a formát, ezt a rendületet. Ha így fogunk játszani, akkor is képesek vagyunk győzni. Jól kell védekezni, és tényleg kevés kiállítást csinálni, mert sajnos ellenünk általában belövik az emberelőnyöket. Azt még át kell beszélnünk. Nagyon sok gólt kapunk ember hátrányban. De bízom benne, hogy vasárnap is ilyen rendülettel, ilyen akarással és fontos két pontot fogunk szerezni. Hasonló játékkal, mint amit ma mutattunk, esetleg egy kicsivel jobb helyzet kihasználással hasonló jó mérkőzésre számítok, illetve hát bízom abban, hogy tovább tudunk haladni ezen az úton, hogy most már, nem is tudom, 4-5 mérkőzés óta minden meccsen szereztünk pontot. Én úgy gondolom, hogy ez a lehető legjobb út, amin haladunk. Én remélem, hogy tudjuk tovább folytatni ugyanezt a formánkat, megpróbáljuk a két pontot itthon tartani.